Húszáddal bővült a 60-i Albert Schweitzer Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztálya, így már 40 beteg egyidejű ellátását tudják biztosítani a kórház épület első emeletének A és B szárnyában elhelyezett részlegen. A kezelések átlagosan 3 hetes időtartamára, a betegek 3 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre, amelyek több kezelésnek is helyet biztosítanak, így a betegeknek sok esetben el sem kell hagynia a kórtermet. Hát amikor kezdtem dolgozni ezen az osztályon, akkor az osztály 20 ágyos osztály volt, és természetesen mindig gondolom, hogy ennek a nagy területnek, mint a Heves megye, ez nem elegendő. És folyamatosan ezzel a ötlettel fordultam a vezetőséghez, és eljött ez az idő, hogy most ebben 2019-ben február 1-től nyitottunk a másik szárnyát, aminek én nagyon örvendek, ugyanaz 20 ágyos osztály. Ezek szerint akkor összesen 40 ágyos osztály fekvő betegnek tudunk biztosítani, amit mindig is lehet mondani, hogy ez nem elegendő, de most jelenleg ez nagyon nagy dolog, hogy amit történt a kórházban. Az osztály bővítése során támogatói szerződés keretében felújításra kerültek az osztály központi közösségi terei is. Megpróbáltuk nyitni a nagy terem, hogy itt közösen megpróbálják beteget együtt lenni, ebédelni, TV-t nézni, illetve ergoterápiás szakember foglalkozik itt csoportosan az emberekkel. Erre tényleg szüksége van nagy hely, és hál' Istennek ezt sikerült elérni. És akkor nagy köszönet tudok mondani egy vállalkozónak, aki végül is segít nekünk a tervezésbe és kivitelezésbe. Én mindig azt mondom, hogy egy tér akkor jó, akkor tudják arra a célra használni, amire az létrejött, hogyha nyugodt. Ez egy vibráló tér volt a asztalon monitorral, sem a recepció jellegű pult nem volt, a televízió volt a veszőparipám, amelyik egészen magasra volt fölfúrva, hogy a betegek itt a tolókocsiból esetleg egészen magas szögben tudták nézni a műsorokat, hát ezeket tettem rendbe. Az már, hogy a pulton belül a monitor elhelyezés a legkorszerűbb, tehát olyan döntött módon tudják az ott dolgozók használni, ahogy azt az ergonómiában tanítjuk. A rehabilitációs osztály tevékenysége kiterjed stroke betegek, traumatológiai betegek, sebészeti, amputáción átesett betegek és szervi ideggyógyászati megbetegedésben szenvedők mozgásjavító kezelésére. Rehabilitációs osztályon team csoport működik. Ez azt jelenti, hogy közösen megpróbálják besegíteni a betegnek. A legfontosabb az együttorna. A kórházban van lehetőség, nem csak a száraz torna, amit tornateremben, van medence, és medence víz alatti torna, amit nagyon könnyíti a fájdalmat, a mozgás, és csökkenti a fájdalom. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos ez a vízitorna, amit nagyon sokat számít, amit nagyon kevés kórházban rendelkezik ilyen lehetőséggel. Legfontosabb akkor ergoterápiának munkáját tartom, aki foglalkozik stroke beteggel, és akkor ő újra tanítja beszélni, újra tanítja számolni, a kézés ügyes munkát olvasni, gyakorolja memóriát. Legfontosabb a további kezelések, mint a masszírozás és fizikoterápia. A fizikoterápia van egy nagy osztály, ahol mindenféle fizikoterápia kezelések megcsinálják, és akkor az egyik kezelés, amit nem mindenhol van, és nálunk van, ez a mágnes terápiás ágy, ez fontosnak említeni, hogy mivel team csoport működik, akkor hozzá is tartozik a logopédus, amikor újra tanítjuk a beteget beszélni, hozzá tartozik a dietetikus nővér, betegnek egyéni dietet állítjuk, ugyanaz is hozzá tartoznak a cégek, amit foglalkoznak a protetizálással. A végül is, és akkor nem utoljára a szakorvosok a szükség esetén konzíliumhoznak nekünk. Én azt gondolom, hogy
Itt ebbe a kórházban olyan lehetőség van, hogy teljesen komplett rehabilitációs kezelés lehet valósítani. A mozgásszervi rehabilitációs részlegre a kórház belgyógyászati, traumatológiai, ideggyógyászati és sebészeti osztályairól előzetes rehabilitációs szakvizsgálatot követően kerülnek betegek. Más intézményekből előzetes telefonos konzultációt követően vesznek át betegeket. A 60. kórház járóbeteg rendelőintézetében működő mozgásszervi rehabilitációs rendelésről pedig előzetes szakvizsgálat alapján a kórház ellátási területén élő betegeket fogadnak. A beteg kiválasztás attól függ, hogy milyen súlyos a beteg. A traumás, a stroki beteget, ez azonnal átveszünk az aktív osztályból, és folytatjuk rehabilitáció. Viszont a betegek, aki ambulánsan jelentkeznek, és szeretné rehabilitációs kezelés, ezeknek kezelések tervezünk. És ugyanaz a alapot szerint felmérjük. Legfontosabb az, hogy a beteg kellene, hogy jelentkezzen szakrendelésre, házi orvos beutalóval. A dokumentáció nélkül sajnos nem tudunk átvenni az osztályra, csak az a beteg kerül, akinek a diagnózisa megvan, akinek vizsgálatok megtörténtek, és teljes világos a beteg. És akkor tudjuk, hogy mit kezdjük, mit csináljuk. És természetesen, hogy most itt a megyében, Heves megyében többet beteget tudunk fogadni és kezelni. A maga kezelés általános időtartás tartalma 3 hete. 3 hete attól függ, hogy javul a beteg, vagy hosszabbítjuk, vagy akkor átküldjük a másik intézetbe, hogy egy szakterületen nyújtjon neki a segítség, vagy végül is náluk egy idő után engedjük haza valamelyik javaslattal, vagy ambuláns folytatás, vagy akkor csak találkozunk fél év múlva, mert nagyjából a krónikus betegnél rehabilitációs kezelés fél évente egyszer szükséges, és akkor most úgy tervezünk, hogy akkor fél évente jelentkezzen beteg nálunk újra. És azért úgy van, hogy ezzel tudok fenntartani a betegnek az alapotat, hogy akkor ne romloljon. Jó hír a rehabilitációs kezelésre szorulóknak, hogy a korábbi 1,5 hónapos várakozási idő az osztály bővítésének köszönhetően lényegesen lerövidült, így a betegeknek már csak 1-2 hetet kell várniuk a kezelések igénybevételére. De a legnagyobb a köszönet a kórházi vezetőségnek, hogy ők voltak a türelmesek a mi kreatív munkához, hogy ők engedtek, hogy ezt mi megpróbáljuk ezt valósítani, és akkor természetesen anyagit a magatás, akkor háznak köszönhető minden, hogy amit történt, hogy milyen szép osztály lett most. A 60. Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet mozgásszervi rehabilitációs részlege évente közel 400 beteg mozgásjavító kezelését végzi, mely a közelmúltban megvalósult ágyszámnöveléssel a jövőben tovább bővülhet.